A világnak kezdetén, amikor a jó Isten a földet teremtette, s mindenféle anyagnak bőviben volt. Leges legelőször székely földet teremtette. Ugye nyugaton megépítik Disneylandet. Itt Székelyföldön minden mondának, legendának saját helyszíne van. Itt van a mi kis Disneylandünk. Elhatároztam, hogy hát meg kell mutatni a világnak egy másik arcát Erdélynek, a mondáinkat és a legendáinkat. Gyűjteni kezdtük a sztorikat, feldolgoztuk, egy új köntöst adtunk rájuk. Rajzok készültek, létrejött a legendárium térképe, kiadtuk a legendárium könyvet. Filmesként, meg gyerekként érdekeltek mindig a rajzfilmek, animációs filmek. És hát elhatároztam, hogy ha a legendárium projekt elindult, próbáljuk meg egy rajzfilmet, rajzfilm sorozatot készíteni belőle. Ha a rajzfilmet, sorozatot akartunk gyártani, kellett egy rajzfilm stúdiót alapítani. Képzőművész fiatalokat toboroztunk innen Székelyudvarhely környékéről. Hoztunk a Dreamworks-től oktatót, Budapestről tanárokat hívtunk. Budapesten a kollégák elvégeztek egy animációs iskolát. 4 éve alakult a stúdió, azelőtt tanultunk. Tehát felkészültünk arra, hogy egy sorozatot gyártsunk. Be kellett hinni, kellett egy fokú örültség, a kollégákban is kellett azért egy hit, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Hát a legendáriumnak is az a szerepe, hogy a helyi közösség figyelmét is felhívni arra, hogy ez milyen érték számunkra, és az ide érkező embereknek megsegíteni, minket megismerni és a kultúránkat. Most, hogy kész vagyunk az első évaddal, szeretnénk bekerülni nemzetközi külforgásba, készítjük elő a nemzetközi hangsávokkal a rajzfilm sorozatot, elindítjuk a világ körüli útjára a kisfecskénket. Gyerekkorom óta érdekeltek a mondák és legendák. Hát itt nőttem fel, szüleim, nagyszüleim meséltek róla. Mindig foglalkoztatott azt, hogy mi van mögöttem, és megszerettem. Fazakas Szabolcs vagyok, a Székelyföldi Legendárium alapítója.